Márton Zé Viktor vagyok, és a célom, hogy segítsek neked a lehető legjobban felkészülni a matek dogáidra, a tézeidre, vagy akár a felvételire. A social médiákon MZ Viktorként találhatsz rám, de ebben a videóban most pedig az algebrai kifejezéseket fogom neked bemutatni. Átbeszéljük a részleteket, hogy mire kell odafigyelned, mi az, amit jó, ha tudsz, de vágjunk is bele a matekba, hadd mutassak neked pár hasznos tippet. Eddig számokkal végeztünk műveleteket, most ugye az algebrai kifejezéseknek köszönhetően már bejönnek a különböző betűk is, és ezekről fogunk most beszélni, ebben a videóban most erről kapsz egy velős összefoglalást arról, hogy mit kell tudnod az algebrai kifejezésekről, milyen dolgok vannak benne, aztán pedig begyakoroljuk őket a feladatokon keresztül. Mit is nevezünk algebrai kifejezéseknek? Ugye az algebrai kifejezés ez két részből áll. Van neki egy változója, és van neki egy együtthatója. Mik is ezek? Például jelen esetünkben, hogy a képernyőn is láthatod a 4A, az egy algebrai kifejezés. A négyesünk az együttható, az, az, a szám, kvázi. A betűnk az A, az pedig a változó. Tehát mindig a változónk a betűnk, vagy a betűs kifejezések. A szám, az pedig lesz az együtthatónk. Találkozhatsz majd olyan fogalma, hogy egynemű kifejezések, mik azok az egynemű kifejezések az algebrai kifejezések körében. Nem más, mint azok, amiknek a kifejezésekben csak is kizárólag az együttható más. De mit jelent ez nekünk a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy a csak a szám más az algebrai kifejezésünkben. Például a mínusz 2a, a 2a, az 5a, a 6a, a 12a, ezek mind, -mind egy nem kifejezések, mert ahogy láthatod, a betű, azaz a változó, az mindben ugyanaz. Viszont csak is kizárólag a különbség köztük az együttható. De figyelj oda arra, hogy például az A-val vagy a két A-val nem egynemű kifejezés az AB, és az A négyzet sem egynemű kifejezés vele, vagy a három ab sem egynemű kifejezés vele, mivel itt a változó az már vagy AB, vagy A négyzet, ami nem egyenlő az A-val. Hiába szerepel bennük az A, ez még attól nem egynemű kifejezés, erre nagyon figyelj oda. Általában feladatokkal, va, amikor fogsz találkozni, akkor különböző kifejezések lesznek, és majd műveleteket kell elvégeznünk vele. Ami nagyon fontos, hogy az egynemű kifejezéseket össze tudjuk vonni. Mit jelent ez számunkra az, hogy összevonunk valamit? azt, hogy összegezzük, megnézzük, hogy az adott kifejezésből mennyi van, ezt jelenti az összevonásunk, és ezt csak és kizárólag egynemű kifejezésekkel tudjuk megtenni. Nézzük, hogyan is működik ez a gyakorlatban. Itt a képernyőn láthatsz egy hosszú kifejezést, és az lesz a feladatunk, hogy ezt összevonjuk. Én annak a pártfogója vagyok, hogy az egynemű kifejezéseket valamilyen formában jelöljük meg. Most zöldel megjelölöm az ákat neked, hogy lásd, hogy miről is van szó, és hogyha ezeket összevonjuk, tehát összegezzük, összeadjuk, kivonjuk egymásból megfelelően, akkor négy át fogunk kapni. Egy másik színnel kékkel jelölve a béket láthatod, ezeket is össze tudjuk egymással vonni, mivel ők is egy egynemű kifejezések, ahogy azt az előbb már megbeszéltük, és az eredményünk pedig plusz 11 b lesz. Tehát ennek a kifejezésnek az egyszerűbb alakja az 4A meg 11B. Az összevonást erre szoktuk használni, hogy egyszerűbben leírjunk valamit. Az algebrai kifejezések lehetnek egytagúak, vagy lehetnek többtagúak. Mit is jelent ez? Ugye az egytagú kifejezések azt jelentik, hogy van nekünk egy változónk, és csak és kizárólag számmal történő osztás vagy szorzás van benne. Például egytagú kifejezésünk a 2A, 3A, 1 2D, 5B, és ehhez hasonlók több tagú kifejezés esetében pedig nem csak szorzás szerepel a különböző változók között, hanem összeadás vagy kivonás is. Például több tagú kifejezésünk a 2x-3y, vagy például a 3a4b-5ab, ezek mind-mind több tagú kifejezések. Nézzük meg, hogy egy tagú kifejezéseket hogyan tudsz megszorozni egymással. Nem kell más tenned, mint összeszorozod az együtthatókat, majd összeszorozod a változókat is, és a hatványozás szabályait használva fogod elvégezni ezt. Most egy példán keresztül megmutatom neked, hogy ez hogyan is működik. 3 A B a harmadikon, szorozva 11 A a negyediken B négyzettel. Mit kell tennünk? Ugye, ahogy már mondtam, az együtthatókat összeszorozzuk, 3 x 11 ez 33, majd ugye a változókat is összeszorozzuk egymással, tehát ami úgy néz ki, hogy összeadjuk a kitevőket használva az azonos alapú hatványok szorzatának az azonosságát, a szabályát, mit fog ez nekünk eredményezni. Az a esetében ugye nincs az első kifejezésben az a semmilyen kitevő, akkor az olyan, mintha egy lenne, Egyet hozzáadjuk a négyhez, akkor az A az ötödiken lesz. A B esetében van egy hármas kitevőnk, van egy kettes kitevőnk, összeadjuk. B esetében ez B az ötödiken lesz. Tehát a végeredményünk 33A az ötödiken, B az ötödiken. Menjünk tovább, most nézzük meg, hogy egy tagú kifejezést hogyan szorzunk meg egy egytagú kifejezéssel. Ezt már korábban tanultuk zárójel felbontás esetében. Ugyanazt fogjuk megtenni, hogy amivel szorzunk, minden tagját a több tagú kifejezésnek meg fogjuk szorozni, tehát jelen esetünkben az egytagú kifejezéssel a több tagú kifejezés tagjait megszorozzuk. Most egy példa gyanánt nézzük meg, hogy 5 szorozva zárójában A plusz B, Vel. Mi a helyzet? Ugye láthatóan úgy mondjuk fel a zárójánket, úgy szorozzuk meg ezt a több tagú kifejezést, megszorozzuk az 5-tel az át, és megszorozzuk 5-tel a B-t, tehát így 5A plusz 5B-nk lesz. Vagy, hogyha 2 A szorozva zárójában A plusz B plusz C, Esetében mi történik? Egy tagú kifejezésünk a 2A, A plusz B plusz C a több tagú kifejezésünk. Egy tagú kifejezéssel, kétával megszorozzuk minden tagját a több tagú kifejezésünknek. Először, hogyha az a szorozzuk, abból lesz 2A négyzetünk, majd 2AB-nk, hogyha a B-t megszorozzuk, és végül pedig a 2A szor C az 2AC lesz. És ez lesz a végeredményünk, amit itt láthatsz a képernyőn. Kiemelésről is biztos hallottál már, azt ugyanezt ugyanígy használjuk itt az algebrai kifejezésekben, mint a számoknál is. Adott esetben, hogyha van egy többtagú kifejezésed, például 3A meg 3B, akkor ki tudunk emelni az együtthatókból 3-at mind a kettő esetében, tehát osztható mind a kettő 3-mal, így az lesz, hogy 3 zárójel A plusz B. Tehát a kiemelésnél az a lényeg, vagy egy olyan közös tagot keresünk, vagy egy közös osztót, amelyik minden kettő tényezőben megvan, vagy az együtthatókban, vagy a változókban, tehát ez lehet szám is, vagy lehet betű és vagy betűk és például egy összetettebb be, hogyha 3A meg 2AB van, akkor hogyan tudjuk ebből kiemelni, mit tudunk kiemelni. Megnézzük a számokat, megnézzük az együtthatókat, a 3-nak és a 2-nek nincs közös osztója, ebből nem tudunk kiemelni semmit, viszont az A-nak és az AB-nek pedig van, ebből ki tudunk emelni át, tehát így az lesz az eredményünk, hogy át kiemelünk, maradni fog a zárójelen belül 3 plusz 2B-nk, és ez lesz a megoldásunk. Ja, mint látottad, több tagú kifejezések esetében, hogyha szoroztuk, ha fölbontottuk a zárójelet, akkor egy szorzásból csináltunk összeget, viszont hogyha kiemelünk, akkor egy összeadásból csinálunk szorzást, kvázi az egyik irányba működik az egyik, a másik irányba pedig a másik, mind a kettő nagyon hasznos számunkra a későbbiekben. Most felmerülhet benned a kérdés, hogy elértünk-e már az algebrai kifejezések végéhez, és mindent tudunk-e már, ami még nem volt, több tagú kifejezést nem szoroztunk több tagú kifejezéssel, most ezt fogjuk megnézni, ugye egy tagúval már szoroztunk több tagut, egy tagú egy tagúval is már nagyon szépen össze tudunk szorozni, de ha több tagú kifejezést szorozunk több tagú kifejezéssel, akkor ugye két zárójában lévő kifejezést fogunk egymással összeszorozni zárójel felbontásából, már tudjátjuk, ugyanúgy kell itt is elvégeznünk ezt a zárójel felbontást, mint korábban tettük. Minden tagot minden taggal megszorzunk, mit jelent ez most itt számunkra. Az első kifejezés, több tagú kifejezés minden tagjával, megszorozzuk a második kifejezés minden tagját. Majd ezután, amikor elvégeztük ezt a szorzást, elvégeztük az árójá felbontást, akkor az egynemű kifejezéseket összevonjuk, és így kapjuk meg a lehetőleg egyszerű alakunkat. Most egy példán keresztül szeretném megmutatni neked, hogy ez hogyan is néz ki, hogy vizuálisan el tud képzelni. Ugyanis én nagyon hiszek abban, hogy ahol tudunk, ott rajzoljunk, ahol lehet, ott vizuálisan jelenítsük meg, ugyanis ekkor az agyunk jobban befogadó képes, és jobban meg tudja jegyezni a dolgokat. Most nézzünk egy téglalapot, az egyik oldala A és 3, a másik oldala pedig B és 4. Hogyan tudjuk kiszámolni a téglalap területét? Az egyik esetben, hogy vesszük a két oldal hosszát, ugye A plusz 3, megszorozzuk B plusz 4 ugye ez egy geometriai alapismeret, amit tudunk, hogy a Területét úgy kapjuk meg, hogy a két egymásra merőleges oldalát összeszorozzuk, és akkor ez lesz a téglalap területe. A másik esetben pedig, hogyha behúzzuk ezt a két vonalat, függőleges és, és egy vízszintest, akkor láthatóan négy kisebb téglalapra osztódik ez a téglalapunk, és kiszámoljuk külön-külön a téglalapoknak a területét, majd ezt összeadjuk, ekkor megkapjuk a nagy téglalap területét kis téglalapok területét összegezve, van egyszer nekünk AB-nk, van 4 van 3 és van 12 ugye összeszoroztuk a, a megfelelő oldalakat, és ezeket összeadva megkapjuk a nagy téglalapunk területét, ugye ez megegyezik azzal, hogyha az eredeti téglalapunk két oldalát szoroztuk volna meg, tehát a két mennyiség, a két ö, értékünk egyenlő, amit itt láthatsz is a képernyőn. Most pedig különböző feladatokban meg fogjuk nézni a különböző-különböző tulajdonságokat, és begyakoroljuk egyessével arról, ami most itt ebből az elméleti részben szó volt. Ne jegy meg, nem minden feladatban a legnehezebbel kezdünk, hanem szépen egyesével különböző típusú feladatokat fogsz találni a következő videókban. Ez egy kis rövid elméletű összefoglaló volt abban az esetben, hogyha szeretnél gyakorlatiban is látni, hogy hogyan működik, hogyan magyarázom, hogyan mutatom ezt meg neked, akkor a megoldás központú Matek teheted ezt meg, ott találsz ehhez a témakörhöz is ugyanúgy, mint a többihez gyakorló videó videókat, feladatbemutatós videókat, hogyan tudsz csatlakozni a Megoldás Központú Matek Klubhoz. Egyszerűen ezen a weboldal címen, az mcviktor.hu per Matek Club oldalon tudsz csatlakozni abban az esetben, hogyha nyitva van a klub, ha nem, akkor pedig fel tudsz iratkozni, hogy értesítést kapj és nem maradj le. Valamint mindenki iratkozz fel a csatornámra, ugyanis hamarosan még több hasznos anyaggal fogok neked jönni, hasznos matekos anyagokat, hasznos megoldási módszereket, elméleti összefoglalókat és felvételi megoldásokat fogok neked bemutatni. Találkozunk a következő videóban.